Veszprémben az érseki palota kiállító terméhez vezető úton gyűltek össze az emberek, hogy közösen emlékezzenek Bódi Mária Magdolnára, aki 1931. augusztus 8-án született Szigligeten, és 24 évesen halt meg. Bár családjában soha nem kapott vallásos nevelést, szerzetesi útra akart térni, amit egyház jogilag megakadályozott törvénytelensége, mert szülei iratok hiányában nem köthettek házasságot. A Balatonfüszfön dolgozó fiatal lány élete szomorú sorsa sok helyen megíródott már. Túri Török Tibort is alkotásra késztette. Szobrát a veszprémi érsekségnek adományozta. Érsek atya befogadta ezt a Bódi Mária Magdolna hősnő, mártira lánynak a szobrát ide a érseki palotába. Nekem ez nagy, hát úgymond bután hangzik, rangot ad, de a munkámat azért koronázza, hogy tényleg a válogatott szépművészeti alkotások közé itt a első rendben, mint Szenti mellé kerültet a szobrom. Mennyei atyám, szálljon le áldásod a Bódi Magdi vértanú munkásányt ábrázoló szoborra. A közös imádságot követően a szobrot dr. Márfi Gyula szentelte fel, a nyugalmazott főpásztor évekkel ezelőtt folytatta Mindszenti József egykori püspök munkáját, aki már 1945-ben elindította Bódi Mária Magdolna szenti avatását. Márfi Gyula szerint a szent életű lányt megformáló szobor méltó helyre került. A Bódi Mária szobrát jobb helyre nem is tehetnénk, mint ide, és valóban nagyon szerencsés az, hogy aki az ő boldog avatási eljárását elindította, aki például engedélyezte azt, hogy a szülei, annak ellenére, hogy édesapjának nem voltak iratai, menekültként érkezett Magyarországra, és ezért a korabeli ilyen vaskalapos törvények szerint még polgárilag se kötettek házasságot, Mindszenty Józsefnek a rendelkezéséből aztán megesküdhettek. Bódi Mária Magdolna boldog avatásának folyamatában 2018. december 20-án a Szenté Avatási Kongregáció elismerte az első fokú eljárásnak törvényességét. Már csak az elfogadás hiányzik, miszerint a lány az erényeket hősiesen gyakorolta. Márfi Gyula szerint az a tény, hogy írókat, szobrászokat is megihlet a hős, egyszerű gyári munkás lány alakja, bizonyítja, hogy helye van a boldogok között.